A hazafiasság jegyében kezdődött meg a tanév az oroszországi általános iskolákban. A Moszkvától 35 kilométerre lévő Nahabino 3-as számú iskolájában a tanítási hét ünnepélyes zászlófelvonással kezdődött, ami mostantól minden orosz iskola számára kötelező. Idén először volt zászlófelvonás az iskolai ünnepségen. Szerintem ez szép hagyomány, mindenkinek tetszeni fog. Az állami zászlót minden héten felvonjuk, mondta Jelena Demjanova, igazgató helyettes. A tanévnyitó ünnepségen részt vett az orosz kommunista párt vezetője Gennadi Zjuganovics, aki szerint az zászlófelvonás hagyománya korokon át ívelve maradt fent, és nagyon jó, hogy az orosz iskolákban újjászületik. A zászlófelvonás mellett a kormány propaganda jegyében ezen kívül olyan foglalkozásokat tartanak, amelyeken a gyerekeknek elmagyarázzák, miért van szükség az ukrajnai úgynevezett speciális hadműveletre, vagy hogy az orosz gazdaság hogyan erősödik a nyugati szankciók hatására.